Közel 20 éve az Újvidéki Színház minden évben programsorozattal ünnepli meg születésnapját. A három részből álló több napon át tartó esemény legkiemelkedő pontja általában a vajdasági magyar drámaíró verseny. Az évfordulóhoz kapcsolódó programokon ideális körülmények között a más színházakban játszó kollégák is jelen vannak, mondta Lénárd Róbert, az Újvidéki Színház művészeti vezetője. Mások sem szívesebben mozognak, mi sem annyira szívesen fogadunk külsős programokat, ezért úgy döntöttük, hogy magunk ünnepelünk, illetőleg hát nyilván a közönséget ünnepeljük, aki ebben a nagyon nehéz időben is kitart mellettünk, és hát erre választottuk egy nagyon kedves és régi állandó munkatársunkat, Klemm Dávidot és Erős Ervint, így erősítésképp, és ők kettejük által írt zenés előadásokhoz írt zenékből raktunk össze egy koncertanyagot, körülbelül 1 óra 20 perc magasságban. Kint Isten boros háta jött, honnan mond régen elköltözött. Az Újvidéki Színház előadásai iránt nem csak a magyar nyelvű közönség mutat fokozott érdeklődést. Ugyan mi, hogy úgy mondjam, kisebbségi színház vagyunk, és hát ezt büszkén vállaljuk, és ebben a kisebbségi mi voltunkban büszkén alkotunk, de ezzel együtt egy igen ismert és egy igen elismert színháza vagyunk egyfelől Újvidék városának. A köztársaságban is nagyon magasan értékelnek bennünket, és bizony-bizony az Újvidéki Színházat a régióban is, ugye ebben a nyugat-balkáni régióban is nagyon magasan értékelik. A Fekete és Erő című ünnepi zenei produkcióban Klemm Dávid és együttese a színház vezető művészeivel lépett színpadra. Az alkalmi műsort szűk körű fogadás követte az Újvidéki Színházban.